Egyre több esetben kerül elő az okostelefon a kasszáknál. Sokan választják ezt a fizetési módot. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2023-ban Győr-Moson-Sopron megyében 1000 milliárd forint értékben vásároltak, ezek 50%-ában pedig bankkártyával fizettek a megvásárolt termékekért. Az MNB 2023 harmadik negyedévére vonatkozó statisztikájából kiderül, hogy folyamatosan csökken a készpénzfelvételek száma, és egyre jobban terjednek a mobiltárcás megoldások. Azt szokták mondani a magyarokról, hogy nem annyira szeretik az innovatív megoldásokat. Mi itt a Magyar Nemzeti Bankban azt gondoljuk, hogy ez nincsen így, mert a NFC-s kártyát, tehát amikor érintéssel fizetünk, tehát nem kell lehúzni a kártyát, vagy bedugni a kártyát a terminálba, az is nagyon-nagyon gyorsan elterjedt, és gyakorlatilag most már az összes kártya 99%-ban tudja ezt a funkciót, illetve az összes terminál is, és a mostani újabb trend a mobiltelefonba integrált bankkártyák, amely most már 25%-át képviselik az összes kártyás tranzakciónak. Luspai Miklós hozzátette, a kártyás fizetések száma a Covid alatt nőtt meg jelentősen, és ma már sokkal nagyobb az elektronikusan elköltött pénz összege, mint amennyi készpénzt felvesznek a lakosok az ATM-ekből vagy bankokból. Ezt az egyik élelmiszerüzletlánc kommunikációs igazgatója is megerősítette híradónknak. Itt is évek óta megfigyelhető tendencia, hogy egyre többen választják ezt a fizetési alternatívát. A készpénz egyre inkább háttérbe szorul. Az önkiszolgáló kasszák is ebben egyébként egyfajta megerősítést adnak, hiszen a kasszák egy részénél lehet csak készpénzzel fizetni és bankkártyával, a túlnyomó többségüknél bankkártyás fizetésre van lehetőség, és mivel a vásárlók részéről egyre inkább közkedvelté válik a automata kassza használata, így ez is segíti a bankkártyás költéseknek az emelkedését. Az MNB statisztikájában kitért a kártyás fizetésekkel való visszaélésre is, amely szerint az ilyen visszaélések aránya továbbra is elenyésző a teljes forgalomhoz képest. Elmondásuk szerint az elektronikus fizetés Magyarországon teljes mértékben biztonságos. Biztonságosabbak vagyunk, mint a legtöbb európai ország, de hogyha az ügyfél odafigyel arra, hogy milyen helyen vásárol, hogyha csak olyan helyen adja meg az adatait, amiben biztos lehet, hogy ténylegesen egy valid, egy jó nevű webáruház például, abban az esetben nagyon minimális a visszaéléseknek a száma, illetve az aránya. Luspai Miklós elmondta, a visszaélések megelőzése érdekében azt javasolják, hogy amennyiben interneten vásárolnak, ne mentsék el a kártyaadatokat a weboldalon történő fizetésnél.